Szeptember 1-től csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulókkal az iskolai rendszerű szakképzésben. Oktatói képzésre és vizsgára területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet jelentkezni, ami nálunk ugye a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kereskedelmi és iparkamara, és vendégünk a stúdióban a kamara szakképzési vezetője, Kardi József. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hát a hír úgy szól, hogy szeptember 1-től. Hát ez bizony tegnap előtt volt, úgyhogy akkor ez mit jelent, illetve igen, az vasárnap. Úgyhogy ez mit jelent, hogy azért attól nem kellett tartani, hogy egyik pillanatról a másikra nincs oktató, mert hogy nem rendelkezik megfelelő képzéssel. Így van, ez a jogszabályi módosítás 2018. január 1-én született, de az átmeneti rendelkezések értelmében bevezetése csak a 2019-20-as tanévben került bevezetése, tehát az azt jelenti, hogy szeptember 1-től a kamarának erre a feladatra volt 2 éve, hogy fel tudjon készülni. A tavalyi évben, a 2018-as évben országos szinten 5 kamara bevonásával, pilot szinten elindult ennek a képzésnek a gyakorlatilag a megvalósítása, és élesben pedig a 2019-es évtől indultunk el területi szinten a gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás feladatával. A tavalyi évben felmértük a gyakorlati képzőhelyeket, a gyakorlati oktatói állományt, kik azok a gyakorlati oktatók, akik a jogszabályi előírások szerint kell, hogy jöjjenek erre a képzésre, és az alapján próbáltuk meghatározni, hogy ebben az évben hány fővel kell, hogy elinduljunk, hány csoportot kell, hogy indítsunk el ebben az évben, hogy szeptember 1-ére meg tudjuk feleltetni a gyakorlati oktatókat. Igen, ez az év, ez nem a tanévre vonatkozik, hanem a naptári évre. Így van, a naptári évre. Annyit tudni kell, hogy a korábbi szabályozás szerint a gyakorlati oktatóknak, aki természetesen gazdálkodó szervezetről beszélünk, nem iskolai oktatókra, hanem külső gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatóiról beszélünk. Ha valaki gyakorlati oktató akart lenni, akkor 2 típusú feltételrendszernek kellett, hogy megfeleljen. Egyrészt egy szakirányú szakmai végzettséggel kellett, hogy rendelkezzen, illetve 5 év szakmai gyakorlattal, 5 év tevőleges szakmai gyakorlattal kellett, hogy rendelkezzen, ez az egyik alapeset. Hát ez azért elvárható. Így van, ez az elvárható. A másik pedig kizárólag azokra az oktatókra vonatkoztak, akik olyan szakképesítésben végeztek gyakorlati oktatói tevékenységet, ahol a mestervizsga követelmények kiadásra kerültek. Tehát jelen pillanatban 77 olyan szakképesítésünk van, amiben mestervizsga szervezhető. Ezekben a szakképesítésekben az előzőeken túl még a mesteri címmel is rendelkeznie kellett a gyakorlati oktatónak. Ez a szabályozás került most módosításra, és főszabályként most már a gyakorlati oktatói képzés és vizsga lett előírva. A mesteri végzettség az gyakorlatilag a mentesség a kivételek közé került át. Gyakorlatilag mi is a különbség a képzési formák között? Tehát a mestervizsga az elsősorban a szakmának a jobb átételével, vagy a gyakorlati oktatói képzés tekintetében a szakma magasabb szinten való művelésére irányult. Itt a gyakorlati oktatói képzésnél elsősorban a pedagógiai, kommunikációs, szociálpszichológiai, illetve az adminisztrációs ismeretek elsajátítására tevődik a hangsúly, ami egy 50 órás képzés, ebből 25 óra elmélet, 25 óra pedig gyakorlati képzés. Itt arról szól a fáma, hogy pedagógiai képzés kapnak, vagy hogy jobban mondva, mint pedagógusok, hogyan viselkedjenek az oktatók diákokkal. Igen, hát gyakorlatilag ennek a fiatal generációnak a problémáit kell most egy oktatónak megérteni, hogy milyen kommunikációs hogyan tudjon kommunikálni a képzőhelyen azzal a tanulóval, akivel esetleg valamilyen probléma merül fel, vagy meg tudja beszélni azokat a szituációkat, amelyekkel esetleg eddig nem találkozott. Tehát a 25 órás képzés az elmélet, és van egy 25 órás tréning, ami elsősorban az érzelmi intelligenciára fókuszál, ami azt jelenti, hogy olyan szituációs feladatokkal, olyan szituációkkal találkoznak a gyakorlati oktatók, amelyek elsajátítása során sokkal könnyebben tudják ezeket a problémákat kezelni. Ha itt összeadjuk 50 óra plusz 25, akkor azért ez nem egy olyan összesen hatalmas... 50 óra, 25 óra, 50 igen, óra, 25 akkor, óra elmélet, 25 óra... De nem egy hatalmas mennyiség az a lényeg, van, ezt így van, vizsgával zárul, az elméletből egy online vizsgát kell tenniük a hallgatóknak,
a szituáció, és a tréning után pedig egy szóbeli vizsga van, szituációkat fognak hozni a gyakorlati oktatók, és az alapján kell egy vizsgabizottság előtt nekik vizsgázni. Tehát akkor ezek a vizsgák már megtörténtek, és történnek is, így ugye? Van. Ebben az évben a kamarai felmérés szerint közel 200 gyakorlati oktatót szeretnénk kiképezni, illetve ezzel a tanúsítvánnyal ellátni. Jelen pillanatban 7 képzésünk már lezajlott, 7x24, közel 170 gyakorlati oktató már végzett és megkapta a tanúsítványát. Most szeptember 16-án lesz a 8. csoportnak a vizsgája, tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy közel 190 gyakorlati oktató fog megfelelni ennek a feltételnek most szeptember közepére. És ez elég? Tessék? Ez elegendő? Valószínűleg elegendő, mert a jogszabálynak van egy olyan paragrafusa is, hogy mentességeket biztosít azon gyakorlati oktatók részére, akik esetleg mestervizsgával rendelkeznek, vagy a 60. életévüket betöltötték, vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek, számukra nem írja elő a jogszabály kötelezettségként ezt a gyakorlati oktatói vizsgát, tehát természetesen nem csak 200 gyakorlati oktatóval rendelkezünk, hanem lényegesen többel, csak ők valamilyen formában már meg vannak feleltetve a képzési követelményeknek. A cégeknek mi volt a reakciójuk? A cégek először egy kicsit megijedtek ettől a képzéstől, elsősorban azért, mert azt látjuk, hogy ki vannak, tehát gyakorlatilag nincs szabad kapacitásuk, és nagyon nehezen tudják elengedni a munkavállalókat ilyen típusú képzésekre. Tehát még ez az 50 óra is, akkor amiről így van, beszéltünk, így azért van, de mégis megértették ennek a jelentőségét, és gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy az előző 7 képzés, illetve a mostani 8. képzés is zökkenőmentesen zajlik. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minimális hiányzással nagyon komolyan veszik a gyakorlati oktatók, de gyakorlatilag ezeket az ismereteket máshol nem fogják tudni elsajátítani. A tréningre mindenféleképpen jönni kell, mert itt találkoznak azokkal a szituációkkal, amelyeket majd a vizsgán nekik be kell, hogy mutassanak. Úgyhogy nagyon jó a visszajelzésünk. Akikkel beszélgettünk gyakorlati oktatókkal, a vizsga után azt mondták, hogy mindenféleképpen megérte. Olyan ismeretekkel gazdagodtak, amit máshol tényleg eddig nem tapasztaltak az életük során, úgyhogy jók a visszajelzéseink. Viszont elhangzott egy szó, jelentős. Hogy milyennek a jelentősége, milyennek végtére is a jelentősége, miért van erre egyáltalán szükség. Gondolom, itt azért nagyobb távlatokban lehet gondolkodni. Hát a jelentősége mindig az, hogy a szakképzésnek a színvonalát valamilyen szinten mindig megpróbáljuk emelni, olyan gyakorlati oktatók vegyenek részt a képzésben, akik jó oktatók minél több tudásra tudják felvértezni a gyerekeket, fel tudják jól készíteni a szakmunkás vizsgának a gyakorlati részére, tehát elsősorban minőségi megfontolásból lett előírva ez a gyakorlati oktatói vizsga és képzés. De önöknél még zajlanak azért másfajta képzések is, illetve vizsgák, mestervizsgákról. Igen, is van szó. A mestervizsga az egy régóta egy kamarai feladat, minden évben folyamatosan végezzük. De ez azért teljesen más. Így van, teljesen más, illetve ebben az évben azért egy kicsit csökkenő létszámmal tudtuk ezeket a mesteri képzéseket elindítani. Ebben az évben természetesen a gyakorlati oktatói képzésre fókuszáltunk, ez élvezett prioritást, de ettől függetlenül nem feledkeztünk meg azokról a szakemberekről sem, akik tényleg a szakmájukban szeretnének jobbak lenni és beiratkoznak a mesterképzésre, tehát jelen pillanatban is 6 szakképesítésben megy a mester tanfolyam. Én úgy gondolom, hogy ebbe az évben is 70-80 szakembert tudunk kiképezni, illetve mesteri címmel ellátni, tehát ez a kamarai feladat is folyamatosan ment. Természetesen azért megy ez most már kevesebb létszámmal, mert az előző jogszabályi előírások szerint a gyakorlati képzéshez szükséges volt a mesteri cím megléte. Természetesen most is a mesteri címmel be lehet csatlakozni a gyakorlati képzés, mint ahogy az előbb is említettem, most már főszabályként a gyakorlati oktatói képzés élvez prioritást. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.